Na csácsú, mi csölte ezt a csokoládét, sziasztok gyerekek, Keeper jelentkezik a következő SnowRunner részsel. Egyébként ez a gameplay sorozat egy kicsit ilyen, hát, hogy mondjam, ugye nagyon-nagyon sokat tökörködünk a Farming Simulator 19-be, viszont ez a játék szerintem megköveteli azt, hogy valamilyen szinten, hogy mondjam, nem is, hogy komolyak legyünk, hanem igazából, lehet, hogy azt mondom, hogy komolyak legyünk, vagy egy kicsit így, megadjuk a játéknak a tiszteletet, mert írtátok, hogy egyébként elég sokat lehet szívni ezzel a játékkal, szóval, ja. Várjatok, skacok, az az igazság, hogy igen, mondtatok, hogy ezeket jó lenne, hogyha bepakolnám a járműveimet, amiket nem használok, rakjam el ide a storage-embe, vagy nem is a storage-em, storage-emnek nevezik az, de a storage-embe, csak amiket nem használok, azokat érdemes tartani. És mondtatok, hogy egyelőre a Fleet Star az, amelyik tök jó. Mondjátok, menjünk ki a mapra, aztán hozzuk már be a Chevy-t, mert ugye a Chevy-nk elvileg kín van, ugye? A Chevy-nk elvileg kín van, gyerekek! Ha mit csináltál, képert lépjünk bele. Igen, meg kell tanulni mindent. Egyébként sikerült a grafikát mondjuk, hogy igen, ultrára felrakni. Annyi, hogy nem 4K-ba veszem, mert igazából a méret is szerintem túl nagy 4K-ba, meg igazából aki 4K-ba nézi, az vagy tévén nézi, az meg nem olyan, nem, szerintem a 4K az egyelőre még nem számomra félesleges lehet, de viszont ugye most az új processzor alaplap meg RAM-oknak köszönhetően most fel tudtam rakni. Jó, magasra minőségre, more! Jó, ennyit arról, hogy izé. Igen, akkor ez az, amit használni fogunk, és a Fleet Start. De viszont a storage-be meg kellene néznem, hogy mennyi az annyi. Mondtatok, hogy egyébként érdemes eladnom gépeket. Ja, és mondtatok, hogy nyugodtan használjam ezt, mert ugyanúgy nem fogok ezzel nagyon sok mindent elérni. De viszont elég drága. Azért igazából nem akarom. De mondtatok, Scout 800-at például adja, mert ez szar. Úgyhogy ezt el is adjuk szel. Oké. Okay. És ugye akkor át tudom fordítani más járműre. Meg írtatok egyébként, hogy a Kodiakot is adjam el. És a Kodiak az elég drága. Oké, okay, a Kodiakot eladjuk. A Fleet Star-t fogjuk használni, ezt a GMC-t érdemes megtartani, ez igazából megint nagyon nem tetszik nekem. Oké, okay, a DLC-seket azért nem adom el, mert az nekem olyan cheat-nek számítana, hogyha azt használnám. Jó, aktív truck az. És ugye van nekünk még a Fleet Star-unk. A Fleet Star-ra kaptunk motort, és írtátok, hogy a scoutomra, arra meg mindenképpen a vincset rakjam föl. Még van egy olyan vincsem, ami ilyen. Ami az, hogy felborulok, akkor fel tudom magam állítani. Úgyhogy ezt ebbe belefektetünk, ezt mindenképpen felrakjuk, és írtátok, hogy el tudom adni az olyan, de itt hol írja az árát? El tudom adni a default dolgokat, tehát olyanokat, mit tudom én, hogyha van olyan engine-em például, amelyik ugye ezt nem használom, ezt is el tudom adni, például úgyis a legjobb engine-t fogod használni, érted, hogy mire gondolok. Egyébként a legjobb engine-t meg is kaptam ehhez a géphez. Mennyire tudom eladni? Szel. 1500-ért. Ezeket érdemes ennyire adni? Na adjuk meg egyelőre, aztán ezt majd megírjátok. Egyébként írtátok, hogy nem rossz eladnom, de egyelőre várjunk vele. Nézzük meg, hogy itt mit tudok. Ez elvileg kaptam egy engine-t. Ez tök jó. Igen, és azt is írtátok, hogy ha unlockolok egy fejlesztést, akkor abból kapok egy darabot ingyen, viszont a többit azt már meg kell vennem. Na, sikerült kinyögnem, ugye? Gearbox nincsen, suspension nincsen, tires. Ugye, hogyha meg tudnám emelni, akkor lehetne másra. Semmi, egyébként semmi nincsen, más. Snooker. Hát ez például abszolút nem érdekel. Frame add-ons. Ja, hát ezt meg majd eldöntjük, hogy mit fogunk rárakni. Ugye? Bár írtátok, hogy nem nagyon érdemes ezt. Oké, srácok, akkor ezzel fogunk menni, és megnézzük, hogy milyen küldetést kellene vállalni, szerintem, ugye? Nézzük egy mapot, és írtátok, hogy ezeket azokat a küldetéseket kellene megcsinálnom, ami például hit leszakadva, és hogyha blokkolva van valamilyen road. Hát elég sok van egyébként, nem? Ezek, mondjuk ez mi? Rockside.
Rock slide, ez mi az? Ja, ilyen kőomlás, és ezt meg tudom, ezt el tudom tüntetni? Na nézzük, hogy milyen. Vannak, ja és mondtátok, hogy a taskokat is jó lenne, ha fölvenném, mert azokat nem veszem fel, amíg odaérek. Én azt hittem egyébként, azért nem adtam, nem vettem fel őket, mert gondoltam, hát, hogyha akkor el is indul. De nem így van. Workhouse, Island. Ezt nem tudom, hogy hol vannak azok egyáltalán. De ugye, ezeket hol van, hol találom azokat a taskokat például, hogy ugye ezeket meg kell csinálni? Ezt itt tudom aktiválni, vagy hol? Load block. Vagy road block. Hol találom ezeket? Most tényleg, most el vagyok ez bozzá. Aha. Nem tudok visszamenni, hogy így. Nem tudom, hogy melyiket érdemes. Ez le is van lokkolva, bazze. Megmondom összintén, hogy nem tudom, hogy hol, vagy hol tudom fölvenni ezeket. Pinewood Express. Hol a tökönbe tudom? El kell oda mennem, és ott kell fölvennem? Ez például egy ilyen küldetést, hogy hogy működik ez, gyerekek? Jaj, gyerekek, nagyon el vagyok izébe veszve. Hát, itt is van egy ilyen. És ezt ide kell, oké, hogy ezt ide kell mennem hozzá? Jó, próbáljuk meg. Próbáljuk meg, menjünk ki a scout-tal, azt elmegyek ide. Lehet, hogy azt kellett volna, ugye, hogy azt megcsinálom. Na. Vigyük ő a sebit. És... Leave. M. T. 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 Oké, aztán akkor csapjuk neki, jó? Na, kíváncsian várjuk, hogy hogy működik. Remélem, hogy tényleg az van, hogy oda kell mennem érte, mert hogyha most én itt elmegyek fölöslegesen oda, akkor az úgy izgalmas lesz, de szerintem talán nem, ugye? Valamennyire megjelölöm az útvonalat. Egyébként ezt a járművet ki is húzhatnám, meg mondtátok, hogy igazából oda lesz írva, amikor egy ilyen taskot felveszek, akkor ki van írva, hogy megkapom-e a járművet, vagy nem. Viszont egy kicsit lassabban kellene közlekedni ezzel a járművel. Azért talán. Nem, ugye úgy burultam földelebb, mint az állat, de szerintem figyeld már megint hallott. Jézus Isten! Nem mondod! Nem mondod, meg is sérült. Jó, talán azért eljutunk addig. Majd megjavítsuk, megjavítom, jó? Javítás. Oké, meg is, nem is tudtam megjavítani, de meg tudtam javítani teljesen, oké. Viszont ez a motor, ez nagyon brutális. Nagyon kell figyelni. Meg egyébként aszfalton ez a gumi szerintem nem nagyon tapad, mert úgy csúszok keresztbe vele, mint a szar. Viszont azért ezzel lehet izolni, scoutolni. Az elején milyen szar volt, mi? Jó van, küldjük neki, amit bír. Lehet, egy hágot nem is érdemes kapcsolni, hanem ugye automatán érdemes tartani. Úgy gyerekek. Egyébként keresztbe hosszába csúszik, mint az állat. Oda nézzé. Oké. Okay. Na, kíváncsi vagyok. Lehet, hogy hülyeséget csinálok, azt megfogja, már fogjátok a fejemet. Vagy a fejeteket, várjál már? És akkor mondtátok, hogy ezeket a taskokat, ezeket vegyem már fel, ugye? És akkor ez hogy van? Itt beállok, C, és akkor fölveszem, ugye? Jó. Összkerék. Nem ártana. És ilyenkor, várja, de ilyenkor mi van? Most ez, itt mit tudok? Show. Ja, csak itt meg tudom nézni. Aha, ez jó, oké. Akkor fölveszem, de ugye úgy tudom restartolni esetleg annyi. Azért itt mondom, miért mutatja még mindig, mégse úgy működik, de úgy működik. Akkor fel kell venni mindent, minden küldetést. Oké, verjük neki, nézzük meg, hogy akkor mi történik, hogyha oda megyek. Valószínű, hogy akkor ott tudom felvenni azt a taskot, ugye? Mondjátok, hogy így van, bazze. Eljöttem ide, Walker, akkor mi lesz? Fölöslegesen. Az egérérzékenységet lehet lejjebb kéne állítanom, mert bazze, mozdítok rajta egy icipicit, aztán már a világból kirepülön. Gyerekek. Nagyon megy egyébként, nagyon megy. Nagyon megy ez.
A legnagyobb engine megkaptam rá, vagy megszereztem, nem megkaptam. Ja, meg mondta Viola Bence, meg többen is azt hiszem, hogy máshol is van a mapokon, tehát olyan helyeken van a mapokon még ilyen fejlesztés, ami nincsen benne a hatósugarába a watchtowereknek, tehát érdemes megnézni a szürke területeket. Na most akkor ez hogy van, gyerekek, azt mondjátok meg. Aha, tényleg itt van a buzzer. Jaj, de jó, hogy csinál. Na, akkor nézzük meg ezt. Mi a neve? Fallen Powerline. Oké, okay, akkor ezt kellene például megcsinálni. Na, ezeket érdemes megcsinálni, figyelj, kapok érte XP-t, pénzt, jó van. Akkor meg kéne találnom azt a taskot, hogy Fallen Powerline. Itt van, gyerekek, oda nézzék. Tök jó, és akkor start tracking. És megvan, ott van, hogy onnan kell vinnem dolgokat. Jaj, ez tök tetszik! Vasat kell vinnem, meg blokkokat. Innen tudok vasat, innen mit tudok? Innen tudok téglát vinni, vagy ilyen blokkok? Ja, ez nem is tégla, hanem betonblokkokat. Jó, akkor figyeljetek, érdemes akkor kapásból ugye ráváltanom a következő járművemre. Vagyis be kellene mennem a garázsba, ilyenkor azt érdemes csinálni? Valószínű nem. Mondom garázs. Így, enter. Hát jövünk erre a izére, és akkor mondtátok, hogy inkább a rakjak erre pótot. Szóval ne nagyon erőltessem még ezt a fajta felépítményt, hanem inkább jobb ez a flatbed. Várjátok, először megnézek valamit a Truck Store-ba. És volt egy P-Star, amit nagyon mondtátok, hogy ez nagyon jó lenne nekem. Lost Star, P-Star. Ez a P-Star 82.000-be kerül. Hogy a DLC-st eladnám, akkor meg is tudnám venni, de nem. Mert az meg nem tudod, milyen lenne nekem. Akkor túl könnyű lenne. A játék. Jó, menjünk lefele. És akkor egy ilyen flatbedet rakunk rá, jó? Gondolom ezzel akkor így mindent is tudok vinni, gondolom én. Nézzük, 200-ba kerül, jó, és még esetleg egy pautot lehet, hogy elvinnék. Volt ott ugye kint, azt föl is tudnám venni. Ugye ez a, van összkerék diffizár, szóval minden szuper. Viszünk egy pautot. Ugye esetleg akkor tudunk egyszerre vinni, bár lehet, hogy nem, ott tudjuk fölvenni, jó. Okay. Ezeket a tooltipeket, ezeket így örökké fogja írni nekem? Nem jó. Közel kell lenni. Ne, ez nem izé, nem. Farming Simulator, gyerekek. Na, ennyi már, hogy ahogy né. Na. Egyébként akkorát ugrik, mint a Ortilóval. Úgy. Oké. Okay. Mehetünk is neki a világnak. És ki tudok menni? Kihalt, mindenhol ki lehet menni, nem van itt annyi kiárat, bejárat, mint az állat. Oké. Okay. Akkor szerintem ezzel el tudom vinni, de lehet, hogy fölösleges is volt el. Ja, ez fölösleges is volt elhoznom. De nem volt fölösleges, mert az, figyeljetek, meg fogjuk egy kicsit trükközni a dolgot. A kettő blokkot felszórom a pautra. Lerakom a kereszteződésbe, elmegyünk a vasér, és akkor nem kell kétszer fordulni. Azt a figyelt, hogy húzta dik. Figyelt, legutálunk a pautkocsi. Egy kicsit bemozgatja a gépet is. Ajjaj, nem is kicsit. Baze. Álljál le, baze. Mi történik? Mi folyik itt, hogy a sör? Mindjárt sárba beláll, azt nem fog nagyon lengeni, mi? Ez kemény volt. Ja, izé, hát közepesen ment eddig a játék. Nem videókártya probléma volt, hanem CPU-m. Tudtam, hogy a CPU-m az szar. És most viszont tudom játszani, no, ezért ultrába tök jó. Bár megmondom őszintén, hogy olyan baromi nagy különbséget nem veszek észre, biztos ti egyébként kiszúrtátok se perc alatt. Jó. Szerintem ez így jó lesz. Tényleg akkor az ilyen útblokkádokat, ilyen omlásokat, ilyen mindent ilyet felszabadítunk, hogy utána akkor nyugodtan tudjuk közlekedni mindenhol, meg igazából tök mindegy, melyik küldetést csinálhat, ha azt is tök érdemes. Ez nem egy trailerem van, nem, ugye? Ott, ja, itt van egy ilyen izé, van egy ilyen valami. Sőt, ez bazza rajd van a trailerem. Hát nem figyel a keeper, látod? Nem figyel a keeper, ezt le is okasztjuk. És akkor azt elhúzzuk, azt csak.
Majd van a trailerem, de jó. Nem figyel, a Keeper pedig biztos mutatta, hogy trailerem van, mi? Ja, mert itt, ez azt jelent, ja, itt van-e, és ez egy... Igen, és oké, legközelebb figyelni fogok, hogy trailerem vagy, ne, vagy pedig valami bármin. Jó? Ígérem, ígérem, a következőben már mindenképp figyel a Keeper. Egyébként ebben a játékban nem is lehet menteni, ugye? Hogy most én úgy gondolom, hogy jaj, de rosszul csináltam a dolgokat, újra kezdtem a videót, hogy true legyen minden, mármint, hogy én eljátszom, hogy milyen ügyes vagyok, azt mondja, abszolút nem lehet. Nem mint, hogy ilyet csinálnék egyébként, de ez tök jó. Úgy bazza, mi van? What the fuck? Hallod? Én ezt elképzelhetem, hogy ez így fog történni. Ugye? Majd próbáljuk meg, most kíváncsi vagyok, hogy ebben a low-ba berakom. Ez mennyire hasznos. Ez semmennyire nem hasznos. De valamit én nem vágok. Én a kézifékét be van kapcsolva. Mondod, ez a diffizár nélküli dolog, vagy diffit tudok, igen, diffit tudok így kapcsolni. Tudom, hogy lehet csörlözni, de kíváncsi vagyok, hogy hogy lehet leküzdeni a sarat csörlözés nélkül. Ugye lóba lehetett diffizárt kapcsolni, meg összkereket, szóval így most már tök jó. Nekünk nagyon jó lesz így. Egyébként azt hiszem, hogy kikapcsoltam már, figyeld, hogy lássam a kezét a csávónak, itt sokkal élvezetesebb. Viszont úgy gondoltam, hogy mégiscsak kell csörlöznöm, de legalább ugye megpróbáltuk. Okay. De legalább megpróbáltuk csörlődés nélkül is. Gyárekék! Gyárekék az úrbe! Oké, okay, mennyi, adjad neki! Adjad neki. Bazza, ez mekkora, hallod? Nekem izét kell vinnem kettő blokk, vagy kettő izét, ilyen... hogy nevezik ezt? Kettő betont, erre meg visszük az egész hubelebancot. Viszont, ugye, hogyha ilyen krénes járművel jöttem volna, gondolom, akkor át tudtam volna pakolni magamnak, ugye? Jó, sejtem az ilyet. Figyeljetek, kikapcsoljuk a diffizárt, azt akkor nyomunk neki egy rettenetest. Nem egy összke... Dő, te hülye. Ha egy hátra menetet kapcsolt a Keeper, bazza. Aszfalton azért csak elboldogulunk. De tök jó ilyen, olyan trailer, hogy lehet például járművet is szállítani. Lesznek itt meg kihívások, mi srácok? Egyébként, hogyha én megvettem ezt a Plutonium Edition, vagy nem is tudom milyen, minek nevezik itt pontosan, az milyen előnyökkel jár, az vágjátok? Ami nem a sima verzió, hanem tényleg van, nem tudom. Azt hiszem, hogy Platiniumnek nevezhető, vagy nem tudom minek. De itt úgy érzem, hogy be kell raknom lóba, meg egy diffizárat kapcsolunk neki. A diffizár az egyébként nagyon-nagyon hasznos dolog, ugye, tényleg főleg egy offroadban elengedhetetlen. Sőt, ugye egy személy autó, nem tudom, hogy akit vezetett, az már biztos volt, úgyhogy az egyik kereked, mondjuk még egyenes úton is, ugye az egyik kerék, az jobb oldali mondjuk jégen van, a másik meg mondjuk olyan aszfalton, ahol el tudna indulni, csak ugye mivel a jégen levő kerék elkezd forogni, emiatt ugye az aszfalton lévő kerék, amelyik tapadhatna, az ugye nem fog húzni, mivel a differenciálműnek pont az a lényege, hogy ezt így kiegyenlítse, ami ugye azért készült, hogy a kanyarokba ne egyszerre forduljon a két kerék, és könnyebben irányítható, majd két oldal, és könnyebben irányítható legyen a járműje miatt, meg ugye ne egy gumit természetesen, és mivel ugye nincs diffizár a személyút, akkor emiatt, hogyha az egyik kerék egyik oldalon elkezd rúgni a kerék, akkor egyszerűen nem tudsz elindulni még egyenes úton se, pedig a másik kerék az ott van mondjuk egy olyan felületen, ami simán tapadhatna az a másik. Csak ugye ez differenciál műnek a jellegéből adódóan ez nem fog megvalósulni, nem fogsz tudni elindulni. Ezért egyébként, hogyha ilyen helyzetben vagy, nem tudom, ismerni azt tükköt tényleg, akinek van jogosítványa, meg aki volt ilyen szituációban, meg ha leszel, van egy tükk, hogy ezt ki tudod küszöbölni, úgyhogy közben nagyon enyhén fékezel. Hogy megfékezed azt a kereket, úgy gyakorlatilag akkor, amelyik ugye elrúg azon a felületen, amelyik nagyon csúszós, emiatt a másik kerék is elkezd hajtani, és ez egy ilyen
hát nem pont egy differenciál műnek nevezhető dolog, viszont így ki tudod játszani azt a... Egyébként, hogyha lerakok egy trailert, az elkezd gurulni, vagy pedig le lehet fixálni, nem valószínű, hogy le lehet fixálni, ugye? Nehogy itt beguruljon nekem az erdőbe, valami egyenes erre akartam volna lerakni. Már csak azért, mert akkor most ide lerakom, érted? Figyelj, kidöntöttem azt. Mondtátok, hogy a dudát használja. Mi a duda? Nem a hal. Valami egyenes helyre gondoltam lerakni, és akkor nem kéne elvinnem még valahova. Na várjál. Mondjuk elvihetném, nem? Ja, vigyük, aztán akkor csináljuk meg. Nem is tudom melyik a hatos gomba az automata. Kiosztottam billentyűkre egyébként a sebességi fokozatokat, hogy ne kelljen itt ugye huzingálnom itt a legérrel a váltót. Hát de jobb helyre nem is állhattam volna egyébként, nem gyerekek? Azt a betyár, baze! Hallod, ez a trailer, ez úgy ellökött minket, mint a szart. Öcsém! Na, unload. Oké, ez meg is van. Hallod? Nincs a fék a trailerken? Mármint így ráfutó, vagy mit tudom én, vagy akármi leég fék. Ezt jó tudni. Ez nagyon beküldött minket, ezt meg egyébként itt, ezt itt valószínűleg lehagyjuk. Ecsém, ez majdnem izé volt! Ja lehet, ott a rámpát lehet, ó, és a trailernek ugye tudnám a rámpáját használni, de jó, meg van csinálva, imádom. Kicsit odébb kell állnom, mert még belógra. Tök jó, a rámpát ugye le tudnám nyitni. Ja, de viszont ezt ugye muszáj lesz itt hagynom. Nem muszáj lesz, hanem itt hagyom, mert nincs rá szükségem. Ugye megyünk vissza. Egyébként tényleg ez a flat... Fleet Star? Fleet Star, ugye? Ez a Fleet Star, ez így egész kellemes. Tök jó, hogy sárba is elboldogult, pedig aztán volt súly. De tényleg kellene itt a flow gépek. Azt hittem, hogy sárba így elboldogulok, az úgy jó lesz. De amikor már van rajtunk súly, akkor kellemetlen. A vasakat szerintem ezen ugye el tudom szállítani, sőt biztos. Viszont ennek az offroad keréknek az a jó előnye, hogy tök jó offroad, vagy nem offroadnak, hanem ennek az utcai keréknek az a nagy előnye, hogy itt az aszfalton viszont tök jó tapad. Ja, meg írtátok, hogy az esőtől csúszósabbak lesznek az utak, szóval nem csak ilyen design elem akar lenni. Hát jó. Kíváncsi leszek, mit fogunk ebből még kihozni. Hozzuk a vasat, ezt felszabadítjuk ezt az hidat, meg szerintem még azért kellene még valamit csinálni. Ez mi van ott? Mit mutat? Mit mutatott, gyerek? Ott föl lehet venni valami csodát. Nem, hát az ott fönn van a városban, ugye? Ja, egyébként ezt rosszul értelmeztem. Ugye ezek a jelzések azt jelzik, hogy valamilyen veszélyes útszakasz akar lenni. Viszont ez a freestyle, ez tényleg jó. És tök jó, hogy gyakorlatilag egy csomó... Az igen, hallod? Begyűltem magam alá. És tök jó, hogy egy csomó fajta ilyen... platót, meg mindenfélét föl tudsz csapni a gépre. Akár darút, akár nyerges vontatót. Emiatt tök ilyen változatos a... Rengeteg fajtát fel lehet rakni. Nem úgy van, mint a Spintályozban, hogy egy csomó jármű gyakorlatilag csak egy-kettő fajta dolgot tudott magára pakolni, bár ott aztán igazából faszállítás volt ezerrel. Gyerekek, ez egy csajoknak való játék, komolyan mondom. Egy csajokkal játszatnám az ilyen faszállítós játékokat. Nem is a Keepernek kéne. Ezért ne menjünk neki, tűzcsapnak, azt is megtanultuk egy életre szerintem. A duda az mi, bazd? Mindjárt megnézem a keypingot, komolyan mondom. Controls. Oh, mi a duda? Honk az G. Gondolom az volt, nem? Mondtátok, hogy használjam, mert valamikor így, mit tudom én, tök hasznos. Ez érdekes, de jó. Így, itt eltüntet ilyen izéket, valamikor fákat, meg ilyesmiket, így terepen tud módosítani dolgokat. Érdekes mondjuk. Haragozzak gyerekek, menjünk már! Csapjuk neki. És megint esik az eső, csúszósá válnak az utak. Ja, a belső nézetben kikapcsoltam azt, hogy látszon a kéz, de szerintem tényleg jobb. Tök idegesítő, hogy ilyen hülyén kapkodós volt, tudjátok, ilyen nagyon darabosan csinálta. Oda-vissza átfogott, így sokkal kellemesebb. Így kellemes.
Az engem zavart, és bazza, és tényleg igazatok van. Mondtátok, kapcsoljam ki, sokkal jobb, hát tényleg jobb. Nem gondoltam volna, hogy az élet hűséghez ad hozzá, hogyha nincs itt, nem kapkod itt a kezével a csávó. Mert igazából kap, inkább rosszabb volt. Ugye összkerékkel, difizál nélkül ezzel szépen el lehet küzdeni. Biztos lesznek olyan helyek, ahol nem, de most egyelőre jó ez. Egyébként tényleg mennyire oda kellett figyelni ennek a játéknak a készítésekor, például arra, hogy az útvonalakat ugye át kellett gondolni a készítőknek, hogy te hogy fogod vinni például a cuccokat, és a nehézségnek megfelelően kellett az útviszonyokat ugye kialakítani, hogy ne az legyen, hogy legyenek olyan alternatív, nagyon könnyű útvonalak, amik miatt ugye tényleg nagyon könnyűvé válik a játék. Nagyon előre kellett gondolkozni, nagyon úgy kellett gondolkozni, és nagyon sokat kellett szerintem tesztelni, hogy hú, figyeljél ma, mit tudom, volt a teszter, és akkor hú, figyeljél ma, hát itt el lehet menni, meg lehet csinálni, megkerüled a térképet, és akkor a legalapabb járművel is meg tudod csinálni ezt az útvonalat, vagy ezeket az útvonalakat, vagy ezen a térképen az útvonalakat. És akkor tényleg úgy kellett kialakítani az utolsó fájig, meg az utolsó mocsaras részig, meg mindent, hogy az működjön, hogy az egész map az egy ilyen koherens egész legyen, és tényleg működjön. Viszont szóval itt már ilyen tumultus van, úristen. Jó, mindjárt ezt lepakolunk el. Álljál meg. Ja, kéziféket használjuk, azt is írtatok egyébként. Unlord, és meg is van! Wow! Egyébként ezeket a izéket is szívesen megcsinálom, ezeket a matból kirángatós dolgokat. Jó, akkor ez megvan. Ugye akkor tényleg azt kell csinálnom, hogy az el kell mennem azokra a helyekre, ahol. Ezért volt a hülye keeper, hogy nem vette fel. Ugye itt van például egy bridge, és akkor azon tök jó, hogy végig tudnám menni. De jó! Azon gondolkozok, hogy a garázsba lehet, hogy vissza kellene ugratnom, és akkor azt kellene, ott kellene csinálnom. Hogy onnan kellene indulnom. Csak tudná az ember ugye, hogy mi kell ehhez például. Hát, ugye nincs fölvéve, fogalmam sincs, mi a szart kell csinálni, csak mutatja a map. Meg ugye mondtátok, hogy valószínűleg, hogy van még takarásba egy darab Alcatrace, és én megmondom, szerintem itt lesz benn. Tudjátok mit? Mindjárt kitalálja a Keeper, és ezzel a Chevy-vel ugrassunk vissza. Próbáljuk meg gyorsan kezelni a játékot, hogy tényleg vágjunk mindent. Kézifék ki. De jó, ilyen ízés, ilyen kicsit ilyen lázmérős kilométer órája van, ugye egy ilyen, nem csak egy mutató van, hanem egy számlap. Na, itt el akartam menni, de akár, hogy a minimap nincs valami minimap mód. Na mondjuk az tök élne. Egyébként ezzel már lehet veletni. 50 mérföldre kihúzottuk itt az egyenesbe, egy ilyen rövidbe. Azt akartam megnézni, srácok, hogy már nem is erre kellett volna jönnem, hanem másik irányba, menjünk el itt. És nézzük már meg, ennek a tónak a partján nehogy ne legyen valami. Nehogy megszívasson engem ez a játék. Gyanús nekem az, hogy ott jöttek egy jó forduló. És viszont így belső nézetben élvezetes. Csak jó. Ah, nagyon jó, nagyon élem. Nagyon, na, így már jó belső nézetben. Lehet, hogy elő fogom vakarni a kormányomat, gyerekek. Azt egy ilyen full belsőben nyomjuk, vagy nem tudom, merre kell mennem, bazza, így. Arra föl. Tükör, tök jó, működik minden, itt is van tükör, tök jó. Na, tetszik. Ja, és akkor felveszünk még ezeket a küldetéseket. Lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy gyorsan elmegyek ezekre a helyekre, és ezeket a küldetéseket felveszem. Az a baj, nem tudom, mit kell szállítani, tök fölösleges oda elmennem mással. Úgyhogy scout járműveket itt nagyon érdemes használni. Már most direkt beleviszem ebbe a rohadt nagy sárba, hallod? Hogy mit tud ez a scout? Összkerék. Mindjárt nyomok neki egy high-ot adani. A high-om az nem tudom, az a 7-es? Nem, akkor nem a 6-os. Ez. Jó. Mindjárt. Jó. Pörgetjük egy kicsit, azt high. Arra nehezedik! Föragám a izé. Összkerék. Ezt szoktuk rettenetesnek hívni. Emlékeztek Spin Tires-be? Jó, de ennek sok értelme nincsen, azt tudom. Ez a nagyon low. Következő low. A harmadik low. Jó, kimegyek ám innen, mert ennek sok értelme nem lesz.
Ja, át kell pakolnom, mert az 1-es, 2-es, 3-asan a 3 lóval, az tök jó. De a 4-esen már a high van. És az 5-ösön a visszafele menet, és a 6-oson van az automata, úgy pakoltam össze. Ami nem a legjobb, de itt figyeljetek, itt át kelek. Hát nem gép, ha nem bírja, ugye? Mi van itt? Dick. Csak nem erre kell menni, ugye? Hülye voltál, Keeper. Mégiscsak az úton kellene menned. És még nem borultunk föl, de viszont most már fönn van, megvan a csörlőm, amelyik ugye tudja azt csinálni, hogy föl tudom állítani magam. Fel tudom állítani akkor is, hogyha nem ér, nincsen, nem megy a motor. Próbálok így oldalt emenni. Mondjuk itt géppel bazzal, hogyha szállítanom kell, azért itt meg lehet küzdeni, mi? De azt hiszem, hogy olyan könnyű itt minden, aztán közben nem. Jó, már megcsináltunk egy taskot. Ezt végigcsinálom szépen, és akkor Michigan kitoljuk teljesen. Kíváncsi vagyok a nehezebb küldetésekre mindenképpen. Ja, meg mondtátok, hogy szinthez kötöttek a nagy csomó fejlesztés, hogy csomó minden szinthez kötött, tehát XP-t ezt kell gyűjtenem rengeteget. Úgyhogy érdemes csinálni a küldetéseket már az XP miatt is. Na, azt akartam megnézni, hogy nincs-e itt valami. Kocsi roncsot, gyerekek, nem elálltok. Körülnézünk a tó körül. Mondtátok, hogy vannak eldugott helyek. Vannak eldugott helyek. Ken, cuccok. Mindjárt elnézek a mapra, hogy ilyenkor. Ja, ilyenkor ugye feleződik fel szépen okosba. Szerintem elmegyek a túloldal. Esküszöm, figyeljetek, írtatok, hogy küldtök olyan térképet, amin ezek a hide-old fejlesztések vannak, de nem tudom, egyelőre még szeretnék így önmagamtól. Lehet, hogy tök rossz fele megyek, ugye? Meg lehet, hogy nincs is erre, meg nem is lesz. De valahogy szeretném így, szeretnék szenvedni egy kicsit ezzel a játékkal. Lehet, hogy később ezt majd nagyon megbánom. Nem maradok sehol semmit. Itt volt a legnagyobb szürke rész, ezt azért jöttem erre, hát, hogyha mondom, itt van eldugva valami. Benne az erdőbe vagy valami. Ez tök jó egyébként, hogy ilyet is raktak be. És köszönöm, hogy írtad, de azt hiszem Bence írta. Az ultraviola. Hát olyan, itt vannak ilyen eldugott izé szekciók. Mindjárt megnézzük ez a mapot. Gondolom, ha közelébe mennék, akkor már mutatná. Döntünk még semmi. Nem tudom, hogy itt menjek-e inkább, vagy a parton. Aztán lehet, hogy itt nem itt van, úgyhogy itt kávéra nyálok, mi azt örülök magamnak. De lehet, hogy én nem... Íbazok. Lehet, hogy én nem oda raknám, ahol abszolút nem mész el, hanem valami küldetése környékére legelőször. Mert akkor ugye azért később rájössz, hogy oké, arra biztos vannak ilyen eldugott dolgok, ahol nem még se látod, és akkor az ember így rááll az agyak. Szóval ilyen tutoriálként az legelsőket, azokat beraktam volna olyan helyre, ahol könnyen megtalálod, de aztán a franc tudja, lehet, hogy nekem az egy gondok. Oda réjord van benne, nem? Na most középen van, gyerekek. Ott van benne valami jármű, ott lesz benne, bazze, ott van. Hát nem is voltam olyan hülye. Csak az a baj, azt szerintem, nem tudom, onnan lehet meg, biztos, hogy a másik oldalról, nem minden, de várjál, mindjárt ránézek. Nem lehet nagyon kitávolítani, az a baj. Na már. Ez a kamera kezelés van itt egyébként. Ott egy jármű, hallod? Tesó. Ott egy jármű. Hát én nem, úgy érzem, hogy nem erre kéne bemenni, hanem a túfelül. Megvan a jármű, találtam a járművet. Olyan helyen, ahol izé. Ahol nincsen, látod? És tényleg igazad volt. Bencének, meg aki írt, azt hiszem más is írta, hogy a... Vannak olyan részek, ugye, amit a Watch Tower nem fed fel, és ott is vannak, lehetnek elrejtett dolgok. Hát akkor érdemes volt eljönni erre, Dickos. Viszont, hogy ezzel a Chevrolet-in, azt hittem, hogy ez egy ilyen nagyon szar jármű lesz, és nagyon hamar lecseréljük. Viszont tök jó. Jóféle. Úristen, mi a szar? Hát mi folyik így gyöngyös egy gyerekek? Ugye lóba verakod, ugye akkor jobb, mindjárt jobb a tapadás, ugye?
Hogy mondjam, fizikából tanultuk, hogy amikor mozog egy tárgy, ugye akkor a tapadás sokkal kisebb, mint hogyha például húzol egy csiszolópapíron húznál egy új gyerekek. Azért ez nem kis pálya, hát ez lehet, hogy olyan bajok lesznek itt. Hát tudunk itt menni egyáltalán? Mondjuk egy csiszolópapíron húzol egy fakockát. Folyamatosan húzod. Nem kell akkora erő a húzásához, mint amikor áll, és azt megindítod. És azért ugye a kerekek is, hogyha folyamatosan pörögnek, az nem... Ja, és lehet, hogy mégis kellett volna bazzol ez a szar. Gyerekek, próbálok, esküszöm. De itt csörlőzni nem hiszem, hogy nagyon tudok. Nagyon jól néz ki a víz. Ezt is végre felrakadtam ultrára, mert az valami nagyon low volt, és szerintem nem is hullámzott eddig meg. Ú, de jól néz ki, gyerekek. Aj, de jól néz ki. Na. Próbáltam fősebb fokozatba rakni, de nem akar kijönni. Azért itt lehet szenvedni. De tipikus jobbra-balra tekergetem a kormányt, hogy fogjon valamit a kerék. Ugye már maga alatt kirúgja, és akkor a két oldalt még annyira nem. Gyerekek. Na, valahogy be kéne oda jutni. Hát nem tudom, hogy fogunk, de ott egy jármű, bazzer. Szórakozzál. De milyen sár van ma, hogy nem? Én gondolom a sár mélységét nem módosítja az eső, viszont az izét azt lehet, hogy igen. Na, maradjunk a felezőbe. Folyamatosan... Jój. Nem tudom, hogy mert... Az a baj, ez a náros. Ez nem a legbarátibb. Jó, felszívtunk egy kis vizet. Na, milyen az? Milyen jármű? Ez nem egy kodiák? Amúgy néz ki. Csapjuk automatába? Bejött a fa az ablakon. Úgy gyerekek. Ja, menjünk ma, ott egy jármű, meg akarom szerezni. Látom, igen. Hogy lehet eltudni? Az egy task lesz? Ki kell onnan szednem? Ne szórakozzál, more! De mi van ott? Ott az mi? Az egy repülőgép ajtó? Vagy mi van ott? Ott van egy vagy valami motor? Te hallod, ez egy task lesz, hogy innen szed ki? Ne őrjítsé meg, mi az anyám? Olyan csúnyát mondtam, szerem ki. Mondom, ez nem tudom, hogy ez mire gondolt. Mire gondoltak őttől, de várjál, nem tudok rákötni. Már csak azért, hogy oda húznom magam bele, érted? Nem, természetesen. Nézzük egy kettes fokozatot, középső lót. Most mentett a játék. Ez mi nem tudok ment, vagy kilépéskor is ment? Remélem, hogy ment, ugye. Most csak azért, hogy az a kordét tudnám velem csörlőzni, de... Na mi van ma? Igen, hogy ez így működik. Én az egy okosba, hogy én is ide tudok jönni. És akkor nézzük a küllit. Task! 3000! Hey! De itt nem írja, hogy izé, hogy... Jó, de... Oda kell, ne őrítsél meg valóta, falmra vigyem el, ekezdi. Falmra vigyem el. Te most ez nem durva egy kicsit? Nem vagyunk itt nagyon izé? Hogy gondolja ez? Hát 10 éve nem tudtam be... Ja, gyerekek. Ezt tök megcsinálnám, hallod? Egyébként ezt tök megcsinálnám. Meg tudom ezt csinálni? Jó, azt fölvettük, ugye? Oké, okay, gyerekek. Az mi ott? Ott így valami íze? Mi az a motor? Az? Ott egy ilyen engine. Na, ezt meg kéne valahogy csinálni. Egyébként ez... Azt akartam megnézni, hogy ez javítható ilyenkor ez a jármű. Van benne íze is. Change track, át tudok ülni? Nem tudok, nem tudok átülni. De viszont van benne üzemanyag. Meg... Javítás. És működik is, gyerekek. De nem tudok átülni belé, ugye? Gondolom, azért nem tudok átülni. Mert azért azt ne azzal menjek el, hanem... Hoppá, megy le a nap, gyerekek. Na, annyi, ezt én szeretném kiszabadítani. Gondolom, már most rögtök a markatokba. De majd rájössz képen. Jó, figyelj. Ez a Verdát, ezt itt hagyom.
Jó helyem van ezt, nem? Tök jó helyem van. Nagyon jó helyem van. Mindig az izét nyomom az M-mapnak. Nem ennek, ebbe átülünk. Oké, annyit akarok csinálni, hogy ezzel recoverelünk. Oké, és akkor nézzük a izét. Hogyha egyszer megveszek ilyen felépítményt, akkor az utána már ingyenes, ugye? Tehát ezt most tudok azt csinálni, hogy... Tudod, mire vagyok kíváncsi? Hogy... Ez mi? Szerviz, aha. Ez mi? Ez ilyen javító? Javító, ugye? Jól látom. Javító, meg fújáltam. És 5 darab gumi van hozzá. Aha, ez... Ezzel el tudnám hozni azt? Azt a hülye gyerek, figyeld. Megyük meg. Ezzel neki indulunk, hallod? Megpróbáljuk elhozni. Nem tudom, hogy ez sikerül-e, biztos nagyon rögtök rajta, hogy a Keeper az nagyon-nagyon rá fog cseszni, de nem bírom ki, hogy ne. Úgy utálom, hogy azokat a tooltippeket ott tirogatja. Nem vagyok kivékülve bele. Na. Elmegyünk érte. Offroad gumi nélkül minden nélkül. Na, ez sikerül. Szerintem akkor... És egy térkép, és... vissza kellene vonni, ez az, nagyon jó. Szóval még el sem fogok jutni, tesó. Hogy is nem, bazza, nagyot kell, nagyot merjünk álmodni, hallod? Itt le, itt be, és akkor valahogy így okosba. Aztán onnan meg majd meglássuk, gyerekek, ne vicceljetek. De ugye ezt a taskra át kellene váltanom, csak elfelejtettem, mi volt a neve. Rovnet Heavy Truck. Select. De ilyenkor... Ilyenkor miért nem... Fölvettem, nem? Akkor miért nem az izé? Ja, mert ez a location-je. Aha. Itt van az izé. Értek minden gyerekek. Oké. Okay. Külön van a location, meg külön a taskok. Oké. Hát ez rohadt érdekes lesz. Arra kellene figyelni, hogy nem kéne összetörnem a járművet. Szerintem először is. Nem tudom, hogy eznek érdemes. Föl tudom-e csörlőzni erre, meg ilyenek le. Fú. Gyerekek, biztos lehet, hogy komolyan mondom, már rögtök a markatokba, hogy hát azt nem lehet. Azt majd, mint tudom én, nagyon offroad gumival, meg mindennel. Gyerekek, mögöttünk van több évnyi spintája, azt madra nem. Körülbelül nem tudom hány rész, talán mondhatni egy, biztos, hogy egy 5-600 rész Spin Tires és Mudrunner. Nem lehet, hogy Keeper ne tudja ezt megcsinálni, bazzik, komolyan mondom. Nem hiszem, nem hiszem, hinni kell magunkba. Hinni kell magunkba, oda néz, hallod? Mit csináltál? Keeper... Komolyan, most írjátok meg, aki így vágja, hogy ez mennyire nehéz task. Hogy mennyi esélyem van, hogy ezt megcsinálom, hogy írja, hogy százalékban mondja meg, hogy ez, hogy van-e esély leszállítani ezzel a utcai gumis géppel, ami nem is olyan túl nagy. Hát, erre fölfér az a cucc? Lehet, hogy inkább érdemes lenne vontatni. Nem tudom, majd mindjárt meglát. Mindjárt kiderül, gyerekek, mindjárt nyomunk egy lót, meg egy diffizárat, ha olyan helyzetbe kerülünk. De viszont ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ilyen függőséget okozó ez a játék, szerintem találsz egy ilyet, és akkor így úristen, el van akadva. Úristen, ez jó nehéz, úristen, ezt meg kell csinálni, nem? Egyébként ide följöttünk, folyamatosan jövök fölfele, és van itt egy tó. Az azért nem egyszerű, nem? Akkor miért nem folyik le valahol? Mert általában szokott lenni olyan, hogy talajvíz, érted? Akkor miért nem szivárog le? Mert itt volt, itt följöttem ide a halál ára, van. Itt fönn van egy tó. Hát folyamatosan fölfele jöttem. Na gyerekek, kicsit ki kéne okumulálni, hogy merre megyek be. Egyébként szerintem az jó volt az előző útvonal, csak túl gyorsan for. Figyelj, nyomjunk egy lót. Okay. Meg akkor nyomunk egy diffizárat egyből, figyelj. És meg kell valahol fordulni, lehet, hogy úgy kell volna betolatnom. Hallod, azért szerintem lehet, hogy nem jó nagy hülyeséget csinálok. Itt fogok ragadni mi.
Bazzaj, már most baj van. Megpróbálunk itt a fa fele. Felfele, főnök! Igen, megyek érte. Küldetés van. Na nézzük egy belső nézetet. Jaj, halod. Na! Jaj. Mégis fel kell szerelnem a gépeket a izével, a felső légszűrőházzal, vagy ilyen szívótorokkal, mert... Na, várjál. Még egy picit. Vissza kéne tolatnom, ugye? A tolatást az mennyi volt? 4-es gomb, 5-ös gomb? Át kell ezt variálnom meg, mert ez nem jó. Oké, vissza 2-es. Ugye, hogyha nem automatában... Bazzer. Hát ez lehet, hogy tolatás lesz. Ugye, hogyha nem automatában vagy, akkor használsz diffizárat. Automatában nem használsz. Hát ez most egy kicsit így van baj. Úgyhogy lehet, hogy ezt... A keeper intézi. Nem előre kéne menni akkor. Keeper intézi. Figyeljetek, nem fogjuk feladni! Mióta megy ez? Jó. Mennyi? Már basszal egy órája megy ez a rész. Jó, gyerekek. Ki fogok kapni tőletek. Gyerekek, ez annyire bát! Figyelj, meg sem módszorunk. Be van diffizár, összkerék, minden be van kapcsolva, hallod? Egyébként ez miket mutat? Itt? Ez hova mutat? Miért arra mutat a csörlője? Meg mit csinál ez? Ilyen tök jobbra mutat, ezt ide... Nem értem, néha ezt nem értem, de jó van, oké. Biztos igazad van. Hallod, ez rohadt mély az a hely. Az lenne jó, hogyha elérném én azt a... Ó, nem hiszed el, hogy eléri. Jaj, meg vagyunk bendve. Meg a francokat egyébként. Most már nagyon röghettek mi. Ez a baj, vizet fog kapni, be fog esni az eleje. Menjünk ki, másszunk ki. Nem, áll, még mindig! Ó, basze. Meg tudom javítani az izével. A sevivel. Még jó, hogy nem vittük el. Na, nézzük, hogy kell ezt lenyitni ezt a kotlát. Na, és akkor most mit kell nyomnom? Nem tudom, mit kell nyomnom ezzel. Mit kell nyomnom ezzel? Tényleg nem tudom, basszik. Elvileg már egy kontroll evakuátor. Igen. Meg kell nézzem, basszik, hol van. Setting controls. Navigál. Funkció. Váltó. Ezek lehetnek azok Q, meg ezek közül? Ah, remélem, hogy igen. Na, menjünk, mindjárt megnézzük még egyszer. A V. Evakuátor. Nem, mert baza. Nem. Ó, te fiú! Hogy kell ezt működtetni, gyerekek? Tök jó, kiválasztom, de... Mutatja valahol? Nem mutatja. Ja, ott van alul, baza! Q, E. Extend V, S, Move. És a Shift-et kell hozzá nyomnom. Aha, jó. Oké, rájött a keeper, bocsász. És akkor mi? Ki tudod tolni? Jó, már ne. Kit érdekel? Jaj. Nem lesz ez jó nekünk, bazaj. Valahogy hátrébb kell menni. De tök jó, hogy közben tudod használni. Valami olyan erre kellene menni, ott mondjuk magasabb a víz. Vagy a szárazföld, várja. Próbáljunk meg odébb mászni. Na, kezdődik a hülyeség. Mi most ez köllött neked, Keeper? Ne kell engednem, jó. El kellene mennem arra valamelyre.
Édes Istenem. Mit művelek én itt? Rohadt víz. Jó, menj el. Oké, előre. Jó. Az automatát ilyen helyzetben nem is érdemes használni nagyon. Oké, jó lesz ez. Semmi baj, gyerekek! Ezt így tervezi a Keeper, higgyétek el. Minden oké lesz. Nincs semmi probléma. Kicsit innen megpróbálunk kilépni a vízből. Erre próbálom, de nem nagyon megy. Azik a fáj jól lenne csörlőzni. Az a gyerekek, ez lehet, hogy most rájöttem, hogy mekkora hülyeséget csináltam. Sehova nem érek el? Jó, te fiú, te fiú. Hülyeséget kellett nekem csinálni. Nézzük, egyes fokozat nincs. Nem, ezre nem tudok. Gyerekek, most bát. Kontroller, evakuátor. Lejjebb engedem, nincs benne a sárba, de szerintem egyébként nincsen. Öcsém, ezt hogy akarom én ezt felrakni erre? Nem bazen, komolyan mondom, nem tudom feladni. Egyszerűen nem bírom ki, hogy feladjam. Oda nézve, elér a csörlő. Egy picit előbbre gurulunk. Épp, hogy egy enyhén. Ja. Ne kéne fordítani egyébként a hátulját, az lenne a legjobb. Figyeljetek, semmi gond nincsen, mert rajta vagyok az ügyön. És ilyenkor miért nem enged rá csatlakoztatni? Arra a gépre, ha? Most ez mi? Érdekes. Érdekes, most meg ráengedek, nem tudom. Húzzad legalább egy kicsit ki. Jó, srácok. Komolyan mondom, megvarulok. Vagy át kellene oda mennem, és akkor benne lenne a vízbe a segge, az is jó lenne. És akkor lehet, hogy fel tudnám. Nem bírom ki, egyszerűen nem bírom itt hagyni. Jó, megcsinálom akkor is. Ha fenét teszik, akkor is. Nem menj bele a vízbe olyan mélyre. Olyan mélyen, gyerekek, figyelj! Oké. Tiszta jó vagyunk. Elfelejtem, hogy erre lesz lehet csinálni. De olyan szinten alástam magam, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Már írja a tooltippet, hogy recovery-ek, hallod? A szemet láda. Semmi gond, gyerekek, mindjárt megoldom ám. Pillanat, mivel is megoldom. Pillanat, mivel is megoldja a Keeper. Semmi gond nem lesz. Higgyetek el. Egyébként nyomjunk egy ketteset. Ó, te fiú. Csináltam nagy hülyeséget, gondoljátok? Nem lehet megoldani ezt innen? Segít, húzzuk el arra egy kicsit. Na, úgy. Hát, hogy jobban megindulunk abba az irányba. És jó is volt, oda nézzél, Keeper kitalálta. De tényleg most van nagyon erőltető, hogy recovery-ek, mert itten nem fogok kijutni innen. Egyébként arra gondoltam, hogy horgonynak használom ezt a gépet. Egyébként meg is javíthatnám a másikat, nem? Várja, megjavítjuk. Repoin. Oké, hát ilyen jó volt, megjavítottuk. Ja, horgonynak fogom használni ezt, hogyha egyszer valaha is kijutok innen. Ide valamelyre, el kéne menni. Le kéne dobni a túloldalra, vagy keresztbe állítani, vagy bármi. Csak annyira... hogy ugye... ássa bele magát valahova, mondjuk az sikerül, gyerekek. Menj már, ne! More!
Oké. Okay. Elkaptuk. Gyerekek, nem lesz gond, higgyétek el. Na már, hol van az egerem? Az egér, az olyan pici. Hát szerintetek. Megindította. Oké. Okay. Jó lesz, ez semmi gond, gyerekek. Körülbelül helyzetben is állt a gép. Tök komolyan így előadom, hogy jók vagyunk. Helyzetben is állt a gép. Azt közben meg izé, hogy itt vagyunk benne tök a sárba. Helyzetben is állt a gép. Jók vagyunk. Semmi gond nincsen, gyerekek. Nagyon-nagyon frankó minden, tényleg. Hát a gyerekek. És ilyenkor még a hülye gyerek tényleg megpróbálja előadni, hogy semmi baj nincsen, gyerekek. De egyébként miért nem tudom most működtetni? A izét. Igen, mert lehet, hogy... Aha, de nem mentünk. Control evakuátor. Lower. Ne! Ne! Indul meg, bazzad! Ne! Ne! Egyébként nyomtam az izét, az automat, a csörlőt, és nem volt hajlandó megcsinálni. Ó, jó, most meg a motorunk is be van hajva, hallod? De tik. Na, álljatok, akkor hogy kell itt? Ezzel kellene egyébként jó lenne csörlőzni, ezzel. És el is éri. Ajja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 jj
Jó, szerintem jó leszünk. Szerintem jó leszünk, hallod? Mondja Keeper. Ja, letépi onnan a csörlőt. Az a baj, hogy minket húzom, magamat húzom rá, úgy érzem. Gyerekek! Mindjárt megdöglik a gép. Ez lehetetlen, ugye? Jól sejtem? Meg se mozdítja ez. Meg se mozdítja. Jó, le is kotkodálom. Jó van, gyerekek! Azt hiszem, hogy ez... Na, biztos írtátok, hogy 5% esélyed nincs, hogy ezt kihúzod. Jó, hát innen tanultuk meg ezt a dolgot. Hát nem tudom, ez nem jött össze. Na jó van, gyerekek, elbúcsúzom. Ez egy ilyen nagyon fail volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Lehet, hogy innen vissza kell tennünk majd egy kicsit később. Bazze, ez nagyon durva. És ilyen terepek vannak, gondolom, ez még semmi az összeshez képest. Jó, vissza fogunk térni akkor a izé felszabadításra, ugye? Mármint ezeket a hidakat, meg ilyeneket megcsináljuk, azt utána csináljuk tovább a taskokat. Ezeket megcsináljuk. Jó, oké. Bocsi, gyerekek, azt hittem, hogy én vagyok a Jani, azt nem sikerült. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!